welcome all of you. It's my pleasure to be able to sponsor this event, and I really apologize for not being able to be here. I would love to listen to the presentations live, but unfortunately, in order for me to be able to afford to subsidize this event, I need to work, which is what I'm going to be doing later tonight. In any event, I just have to say this is an amazing event, and it's at a very, very special day. Today, as on every other March 15th, we celebrate the Hungarian Revolution. And there is not a more appropriate way to celebrate our historic revolution than our event tonight. You ask, what characterizes a revolution? More than anything else, it's a way of disrupting conventional thinking, pursuing an ideal that requires us to make radical change in our accepted ways and launches us on a new and uncharted, but hopefully better and brighter path toward the future. Revolutionaries are people who believe that anything can be done, who are not constrained by the past or the present, who look far ahead, and who unselfishly embrace a mission that will benefit mankind, often at their own expense. Petr Fischander was such a revolutionary in 1848. His mission to gain independence for Hungary combined vision, optimism, and the courage to defy existing social and political norms. And I might add, a degree of romanticism that we Hungarians all share. But Petőfi had some other key traits. He understood history. He was familiar with other political systems. And he possessed a powerful sense of imagination and creativity, manifested by his poetry, whether patriotic like Nemzeti Dal, narrative like János Vitéz, or romantic like Faleszek, Hafának vagy Virága. He was a scholar, and he surrounded himself with scholars, despite the fact that his father disowned him when he abandoned his own studies at age 16 to run away and join a theater group. He was certainly an unconventional person, and so are all the folks sitting around at Northeastern University and listening to these presentations. Today's revolutionaries are sitting here with us. Nicholas, Bálint, Andrea, Zsuzsanna, and all others participating in today's Pecha kucha. I looked up the pronunciation, that is how you pronounce it, even though kucha sounds very Hungarian and has nothing to do with this event. Have the same vision and imagination, all of the same selfless desire to help humanity and the same willingness to discard convention and refusal to accept the impossible, the same refusal as the Hungarian hero, Petőfi, who inspired one of the greatest movements in Hungary and in Hungarian and worldwide history. And like Petőfi, your revolutionary spirit is grounded in a combination of rigorous learning and creative inspiration, an ability to imagine and impact the future, however far and challenging it may seem. And whether speaking on the steps of the Nemzeti Museum or in a conference room at Northeastern University, your symbolic and real connection to Hungarian culture, scholarship, and heritage is the same. Like Petőfi, all of you are at the same time both scholars and artists. Your Pecha Kucha presentations here in Boston represent the same revolutionary spirit, the same combination of poetry and learning as Petőfi's recital of Tal Pramadya. Your words and deeds will impact the world as much as Petőfi's did, and I expect that you will get the same enthusiastic reception from people in this room and from people watching on the Facebook stream as Petőfi got exactly 171 years ago. Congratulations, and I'm looking forward to the presentations. Thanks a lot, Veronica. Good evening. Maybe I'll turn it to Hungarian. Has it started already? It is my 20 seconds? Yeah, okay. So a nevem ott van, Novák Tamás, és tudományos és technológiai szakdiplomata vagyok, ő pedig Gábor volt egy pillanatra. Ugye az első kérdés, hogy ki az a tudományos és technológiai szakdiplomata azon kívül, hogy én.
Egy olyan személy, aki bizonyos kiemelt országokban és helyeken tudománnyal, technológiával, oktatással kapcsolatban próbál támogatást nyújtani, segíteni, eredményt elérni még hozzá két irányba. Egyrészt, hogy Magyarország népszerűbbé váljon, illetve a tudományos eredmények elterjedjenek. És itt is van az, hogy micsodát, mit csinál ez a tudományos szakdiplomata. Az első az a tudományos diaszpóra. Most már sok voltakat ismerem, és nagyon jól tudom, hogy ez mennyire fontos. A második az a felsőoktatás. A magyar diákok jöjjenek ide, amerikai diákok menjenek oda, professzorok cserélődjenek és menjenek. A harmadik az innovatív vállalkozások, startupok, cégek. Amikor a tudományos diaszpóráról beszélünk, akkor ugye itt három dologra gondolok. Az egyik az, hogy kössem össze őket, akár szervezek olyan eventeket, ahol különböző városokból jönnek a tudósok, úgy de begyorsult. A felsőoktatás, ezt már elkezdtem szerencsére mondani, az amerikai hallgatók Magyarországra, magyarok Amerikával, illetve az alumni szervezeteket próbáljuk valamiféleképpen segíteni, támogatni, és mindezt egy jó marketing stratégiába beleágyazva. Semmi sem állhat önmagában, minden stratégiában kell lennie. A harmadik az innovatív cégek, a technológiai eventek, ahol startupok megjelennek és próbálják eladni magukat, ami magyar cégeknek nagyon nem egyszerű. Ezhez kapcsolódnak az innovációs házak, majd később elmondom, hogy Washingtonban létrejött egy magyar innovációs ház, és a harmadik a legfontosabb a networking, kapcsolatot építeni. A negyedik pedig a kutatás, méghozzá azt kutatom, hogy mi történik az Egyesült Államokban, technológiában, science-ben, tudományban. Megnézem azt is, hogy mik azok az emerging research fieldek, amelyek hasznosak és jövőbemutatóak, milyen funding opportunity-k vannak, honnan lehet pénzt szerezni, illetve hogy változik mondjuk az Egyesült Államok tudománypolitikája. Ugye a következő nagy főpontom az, hogy miért foglalkozok én ezzel. Azért, mert én voltam tudományos kutató, voltam egyetemi oktató, voltam nemzetközi igazgató egyetemen, szerkesztettem neves szaklapot Magyarországon, megérdekel, ugye ez a legfontosabb, és az utolsó, hogy marhára szeretem a kihívásokat. A kutatásról nehéz volt kitalálni, mit ragyakja, hogy lehetne ilyen laborban dolgozó helyeket felrakni. Ez a híres MTMT, amit Magyarországon ugye használunk arra, hogy összegyűjtsük, hogy ki mit kutatott. Annak az első oldalát raktam ide, van ott, ami Szingapurban jelent meg, van ott, ami Indonéziában jelent meg, van ott, ami Magyarországon jelent meg. Ez pedig az én anyaegyetemem, ahol az utolsó 10 évemet töltöttem el. Egyrészt voltam a Nemzetközi Kereskedelmi Tanszék vezetője és az egyetem nemzetközi igazgatója, és én ezt roppantul élveztem ezt a munkát, és nagyon jó helyen volt az egyetemen, és a kollégák is, meg a diákok is azt hiszem kedveltek. A második pont az arra vonatkozik, hogy ugye a nemzetközi esedés mennyire lényeges számomra, és az interkulturalitás. Ez a kolléga Malajziából származik, Indonéziában dékán, ő pedig Indiából származik, és Kínában egy egyetem nemzetközi igazgatója. Ez meg én voltam. Ez az a lap, amit volt szerencsém főszerkesztőként igazgatni majdnem 10 éven keresztül. Ez az Akadémia C listáján szerepel most, egy fejlesztés és finanszírozás, finance and development és fejlesztés és finanszírozás. Két nyelven jelent meg, és erre nagyon büszkék voltunk, hogy magyarul és angolul is ugyanaz jelent meg. A múltam, hogy akkor ugye mi kapcsol engem az Egyesült Államokhoz, 5 évvel ezelőtt volt szerencsére egy évet Washingtonba eltölteni a Johns Hopkins Egyetemen, ahol tanítottam és kutattam. Ez egy osztrák ösztöndíj volt, amit elnyertem, és ez alapozta meg igazándiból az Egyesült Államok iránti vonzalmamat. És a challenge, a kihívás, a semmiből valamit csinálni. Ez egy könyv, amit én szerkesztettem, és Indonéziával foglalkozik, és összegyűjtötte a tudományos, a kutatási és a képzőművészet és egyéb kapcsolódásokat a két ország között. Akit érdekel, elmesélem utána, hogy ez mivel is jár. Ez egy igazi challenge volt, mert kit érdekel Magyarországon Indonézia? Senki. Na, a következő kérdés ugye az, hogy hogyan akarom csinálni, meg hogyan csinálom, amit csinálok. Az első dedicated work, tehát elkötelezettség, a másik az együttműködés, a harmadik az az interkulturalitás, a negyedik a hatékonyság, és az ötödik aztán az a legfontosabb, a megosztás, a sharing. Az első, a dedicated work, ezt a képet azért raktam oda, mert aki foglalkozott kisgyerekekkel, az tudja, hogy ennél nagyobb kihívás nincs a világon. Ezek 6 és 12 év közötti focisták, akiket én edzettem többek között,
és akkor még nehezebb, hogyha az ember gyereke is köztem vannak. És kettő is látható, akik itt is vannak egyébként. Ma már könnyebb velük egy kicsikét, azt mondom. A cooperation, az együttműködés. Ugye ezt biztos ismeritek, van a nyugati meg a keleti megközelítése a dolgoknak. Hogyan kapcsolódunk össze, hogyan networkölünk, ez a nyugati, vagy átgázolunk a problémákon, vagy a keleti megkerüljük, illetve mindenkivel ha kapcsolatot építünk és kialakítunk. A kettő között van szerintem a legjobbság. Ugye az interkulturalitás, ez az egyik egyetemi csoportom néhány évvel ezelőttről. Van közte kínai kungfumester, van közte a mongol bányaipari felügyelő hatóság vezetője jelenleg, és hasonló kaliberű kollégák, az egyik éppen most kérte a ajánlást, hogy USA-ba akar jönni PhD-zni. Nem tudom, hogy az én ajánlásom mennyit segít ebben, de majd megpróbáljuk. A következő a hatékonyság. A hatékonyságnak három eleme van nálam. Az, hogy lehessen mérni az outputot, és legyen output, bocsánat. Legyen hatása, tehát ne álljon egyedül az az eredmény, és azon kívül, hogy illeszkedjen a stratégiába. Ezt már az előbb is mondtad, hogy semmi adhokság ne legyen. És az utolsó ugye a sharing, ugye ez azt akarja jelenteni, hogy hello, és igazándiból mindenkinek süssön a nap. Nem akarom az információkat visszatartani, az nem az igazi, hanem mindenkinek azt szeretném, hogy tudjon mindenről, és ebből tudjon ő is tovább építkezni, meg én is. És akkor végül az utolsó slide, ugye ez pedig azt mutatja, hogy hol lehet engem elérni, de nagyon sokat jövök Bostonba, talán ez a harmadik vagy negyedik, sokotokat ismerem, Évát, Lajos, Viktor, nem tudom, tehát hogy már volt néhány olyan esemény, ahol össze tudtunk futni, és remélem, hogy ez így is marad a jövőben. Köszönöm szépen! Thank you, that is going to be really high level, because some aspects of this work I can't talk publicly yet, but I'm happy to talk about after the talking about specifics and results. So just some kind of self-marketing first. So I'm coming from Debrecen. I spent my postdoc years at the University of Cambridge, and I moved here in 2017, and I work as a project leader and the data scientist at the Broad Institute. So the Broad Institute Broad Institute has a part called Foundry, which is shared with some very interesting part of the MIT. It's very cutting edge researching synthetic biology. So this is going to be the part I'm going to show you in details what the goal is of this field. So, we want to engineer organisms to carry out some kind of task which is not available in the nature, so it's going to be more efficient, it's going to be more, it's going to be cheaper, and so on. So for that we need some kind of DNA samples, we have to do something with it, we put it into the computer to sequencing, to understand the building blocks, and we want to modify it. And to modify it, we're going to be using computational and experimental techniques. So we're going to be optimizing some processes of biology, which are going to be better in some sense for our purposes. At the end of this process, we're going to end up with some synthetic DNA. That synthetic DNA could be put into living organism, if you're lucky, and all the optimization, all these processes work well, that organism will be able to carry out different kind of tasks which were not available in the nature, for example, I don't know, glowing yeast, and so on. There could be really good and useful applications of synthetic biology. We could make biofuel from corn, for example. We can make chemicals which are better for the environment, or we can make pharmaceuticals which are less tolling on the environment too. But on the other hand, there could be also malicious uses of biotechnology. So this is one of the big scares nowadays. Bill Gates was talking about that the US government is funding some research to tackle these kind of issues, because there are no scalable system nowadays. So these threats could be put into three categories. I'm sure that there could be others. There are biological agents like anthrax. There are already solutions to detect those. There could be engineered genetic systems, and there could be threats to the infrastructure in the lab.
So what we are focusing on is the engineered genetic systems, what could be produced by synthetic biology. These could be harmful for a lot of reasons. It could be intentional, unintentional. It could be a delayed response, and you need a scalable system to find these out. For that, we are using machine learning, which is, I will show you, is a state-of-the-art in a lot of areas nowadays. We just recently started to apply it to detect signs of engineering in living organisms. So the basic task of machine learning, of one part of machine learning called classification, is that you take a real-world object, it could be an image, it could be a DNA sequence, it could be anything, and we try to put into different kind of categories. So it could be an image of a cat or a dog. Very good examples from the near past that it's been applied to computer vision. So for example, Tesla uses machine learning in their cars. Speech recognition by Microsoft and Google, and also it's been applied to biology in different aspects other than synthetic biology, and they are very useful nowadays. So what we're going to do is take a DNA sequence. We know some kind of information about it, so know what genes are present and what genetic parts are present. We build a machine learning algorithm to find the signs of engineering. So this is the basic layout. We are starting from a DNA sequence, and we want to end up by answering whether this DNA sequence contains some kind of foreign element, or is everything natural. So in order to find this out, we need some kind of data. There are a lot of publicly available data sets. Petabytes of data are available. Basically, an exponential amount is produced every day, and we could make use of it, fortunately. A new kind of neural network technique called deep neural networks, or deep learning, are very easy to use nowadays. Very good frameworks and very good software are present. And these could learn interesting motifs from these publicly available data sets. What we can use to find these distinguishing features in the data, which will end up in a statistical model, what we could use to find these parts which are different from the natural genetic parts, natural DNA. And my name is Andrea Hermann, and I'm a PhD student at Massachusetts General Hospital, and I try to help cancer patients who have fatigue due to the radiation therapy treatment. Even though I can only help mice and rats at the moment, I would like to present to you how I came to Boston and how I started to work on this amazing project. So actually, I'm from Pilisce, which is a very small village, 40 kilometers from Budapest, which is surrounded by the Pilis mountain, and it's an amazing small little village. We only have 2,400 people here, so you can imagine everybody's related to everyone. And what I think it's a hidden germ, our village is actually not only our village, but we have wine cellars as well. And you can tell that in these wine cellars, a different kind of science is taking place, which is, I think, is also amazing, you know, making wine from grape, and then I try it again and again until it's good. But you can understand that moving from Pilisce, a small little village, to this huge city of Boston was a huge change for me. So actually, in the first year, I had a constant headache, and I didn't understand why I have these headaches. And it turned out that actually the constant noise of the city, which I never had in a small village, right? So I can tell you to the newcomers that actually it's Boston that never sleeps. It's not New York, it's Boston. I can tell you, I was awake all the time and I had a headache. But I don't want to complain. I had an opportunity to start a research in Dr. Fisher's lab at the Cutaneous Biology Research Center. And this is amazing. This is a top-notch lab with top-notch people, and I'm really happy for that. Actually, what makes our lab is especially interesting that we are interested in the skin, but not only on the skin, but how the skin can affect us as behavior, like how can it affect our behavior. And it turned out that in this paper, in one of our papers, we showed that mice can addicted to the sunlight. So
after the sun got addicted to the sunlight, we showed that actually it's beta endorphin that makes people, but makes the mice addicted to the sunlight. This beta endorphin is actually an endogenous opioid that actually is inside in your body. So it's active when the sun hits your skin, it will release to your body and will make you addicted to the sun. So which is actually 10 times more potent than morphine. So you can understand that when you go out to the sun on a sunny day, you want to go out there and again and then again and then again. So when we go back to the other slide that I had previously, and I'm pretty sure it's gonna pop up again, maybe now. Okay, so when you go, yeah, just imagine that you go on the beach. What do you feel? You feel you're happy, right? What stands out to you in this slide? It really not stands out to you. Actually, it's like out to you. People are laying on the sun, right? They're sleeping. Why are people sleeping on the sun? Do you remember the feeling now? Going home after a sunny day and you're super tired, right? Why are you tired if you didn't do anything, right? You were just laying on the sun. Could it be that this endorphin that is released in your body when the sun hits your skin, right? So we started to think about this, that maybe this endorphin can affect your fatigue symptoms, right? But if you think about it, actually this scientifically or clinically is not super relevant, right? You won't get a grant to this phenomenon. So we started to think what other subject could this be interesting. So actually, cancer patients usually got radiation therapy, right, as a treatment. And radiation therapy not only targets your cancer cells, right? But to target the cancer cells, it goes through your skin, right? So it affects your skin as well. So it's very interesting that actually radiation therapy patients, 80% of them will have fatigue-like symptoms. Only 50% of them will tell to the doctor or search for a doctor. And only one-fourth of those patients will actually be treated or get some kind of medicine for their fatigue. So this made us very interested. And also, it's also important to know that actually these patients start to have the fatigue-like symptoms 3-4 weeks after they start the radiation treatment. And these fatigue-like symptoms will then be continued. They will still have the fatigue-like symptoms after they stop the radiation treatment, and they will have it 3-4 weeks after they stop the radiation treatment. So we started to think that maybe that the same thing that happened in the mice, in the mice who got addicted to the sunlight, maybe this same pathway that the sun hits your skin or radiation hits your skin will have elevated endorphin levels, and then these endorphin levels really make you addicted to something or make you fatigue, right? So we started to collaborate with radiation oncologists, with physicists, and try to work out an animal model in which we can study this. So the first thing that we got after we started to irradiate our mice and rats, we saw that the tail of the mice, which actually we only irradiated the tails, got darkened. Here you can see this is a darkened tail. These mice got radiated, this didn't. So this thought, so we were... Yes, it has two tails. So after this, you were super excited because yes, radiation will darken the skin. Same thing happens if you go out to the sun, but not to also that. But the mice got Straub tail. Straub tail is a specific sign of an opioid receptor which cuts which will. So if you give morphine to mice, they will have Straub tail. It's a specific opioid effect. So we were super psyched when we saw that after radiation, mice got this. So now that we had mice that were actually had these signs, we started to radiate rats. We put them into this box, and the software measured how much the rats moved in this box. And we saw that we measured the distance, how much they stopped, like we measured everything. And we saw that actually rats stopped moving. They got fatigue-like symptoms. So now we are in this point, and we try to help out patients who actually have this symptom. And now that we know that this, what is the pathway that gets activated, now we are trying to help patients and stop in kind of way this pathway so they won't have fatigue. So this is where I am at now. Thank you very much for your attention. Thank you.
tehát egyben jöttek is, kedves érdeklődők. A következő 6,5 perc alatt bebizonyítom nektek, hogy ez az idő tökéletesen elég arra, hogy bemutassuk 50 év változatos kutató munkáját, és ráadásul egy új tudományos területet. Történet Debrecenben a vegyipari technikumban kezdődött, ott érettségiztem, szereztem, hogy direkt át akartam, és majd a Kossuth Egyetemen folytattam tovább, ahol kísérleti üzemvezetőként szereztem majd doktori diplomát, pár évvel később. Ugorjunk előre időben, 1995, Michigan, a Michigan Molecular Institute-ban. Itt szférikus polimerek, úgynevezett dendrimerek előállítással foglalkoztunk, amit akkorták fedeztek fel, hiszen azelőtt minden polimerkémikus tudta, hogy ilyet lehetetlen elkészíteni. A következő állomás University of Michigan, ahol az aminosavakból szintetizált dendrimereket készítettünk. Ezek méretben hasonlóak, mint az alapvető fehérjék, de stabilak. Felületi tetszés szerint módosítható, és ezért célzott szállításra is alkalmazott. Nem csak ennyit tudnak az ilyen a dendrimerek, hanem ezen kívül fémionokat is meg tudnak kötni, amelyeket utána immobilizálni lehet. Így aztán lényegében a szerves és szervetlen tulajdonságok egy helyen vannak jelen. Bal oldalon egy aranyoldat, fémoldatot, jobb oldalon egy részfémoldatot, vizes oldatot láttuk. A Razzalpar Cancer Institute-ban folytatjuk ezeknek a részecskéknek a rákterápián való hasznosításokat csoportommal, mind célzott, mind pedig lokális alkalmazásokban. Célzott alkalmazásoknak sokáig kell a vérben maradni, még a lokális felhasználásnál pedig sokáig kell helyben maradni. Hát mondok rá egy példát. Brachiterápia egy olyan kezelési módszer, ahol a tumorban radioaktív részecskét építenek be, ültetnek be sebészetének, hogy a sugárzás csak helyileg hasson. Főleg prostatarák esetén használják. Viszont a nanokompozitokat besugározunk rövid időben nukleáris reaktoron, akkor mind a két tulajdonság előáll. És ekkor a radioaktív oldatot egyetlen injekcióval a helyére lehet ültetni fel kétszeres sebészeti beavatkozás nélkül. Kísérletek során egyetlen injekció hatására 50%-os térfogatcsönkentést értünk el. Jelenleg a módszer klinikai kipróbáláson van Indiában. Eredményeinket számos szakfolyóiratban jelentettük meg, a közleményekre mások is felfigyeltek, később még Magyarországon is, és széleskörű publicitáshoz vezettek. Cikkeinkre a mai napig is elég sokan hivatkoznak. 2008-ban átvettem egy addig sikertelen Elsevier folyóirat szerkesztését, mint főszerkesztő, és szorgos munkával 7 év alatt felhoztuk, elismert és népszerűvé tettük, közel 7-es impact faktorral és majdnem 500 000 cikk letöltésével évente. Jelenleg egy konzultációs kis cégem van. Vállalkozásaimban többek között az Egyesült Államok Technikai Tanácsadó Testületében is dolgozom. Tanítom, hogy hogyan kell tudományos cikkeket írni angolul, tanítottam Dél-Koreában, Kínai Tudományos Akadémián, ahol vendégprofesszori címet is kaptam, és gyakran meghívnak előadni is. Tavaly januárjában alapítottunk egy kiadót, és 70 másik elismert tudóssal kezdve elindítottuk egy saját újságot. Eddig 4 szám jelent meg, most dolgozunk az 5-en. Szerkeztek egy könyvsorozatot is, melynek az első kötete már megjelent, a második pedig folyamatban van. Időközben rájöttem arra, hogy sokkal több embert ismerek külföldön, mint a saját környezetemben, és így aztán aktivizáltam a Realtor képesítésemet. Hiába nevetsz, ez így van. És segítek azoknak, akinek kell. Ez a szolgáltatás a vásárlók számára ingyenes. Az a különbség, hogy egy ügynök mindig el akar adni nektek valamit, de Realtor meg ki érdekeitek képvisel. Ami következik ezután, Fulbright Scholarship-tel az ősszel Semmelweis Egyetemen fogok tanítani, miközben részt veszek az EU nanomedicin tanácsadó testületének munkájába. Szeretnék veletek megosztani még néhány speciális emléket is. A fiatalember a képen én vagyok, a zászló pedig az, amelyik a Reichstag épületére volt kitűzve. Washingtonban az egyik testületi gyűlés a szenátus épületében volt, ez a pillanat pedig a kínai nanomedicin szövetség megalakulásának a pillanata. Büszke vagyok rá, hogy én voltam az egyetlen külföldi vendég az első gyűlésükön.
Kedvenceim mind kicsiként kezdték, és ma már felnőttek. Andi végzettsége szerint közgazdász, Budapesten dolgozik, jelenleg fordítóként. Férhez ment, született egy kisunokán, aki már, ő is most már a, ő is a szárnyait próbálgatja. Peti fiunk korán kezdte a világjárás, ez az első útlevél képe 6 hónapos korában. Itt pedig már a televíziónak nyilatkozik 2005-ben, miután megnyerték az észak-amerikai napelemes kocsik versenyét. Halász bácsán volt az esküvőjük, és most Hongkongban élnek, üzletfejlesztési igazgató egy nemzetközi cégnél. Áki vidám baba volt, és már 5 éves korában megtanulta a számítógép kezelését. 5 évvel ezelőtt alapította meg a Market News nevű mesterséges intelligenciát hasznosító content marketing céget, amely 2017-ben a második legdinamikusabban fejlődő számítógépes vállalkozás volt az USA-ban. Végezetül pedig köszönöm a családom támogatását, akárhol is vagytok, Hongkongban, Pekingben, New Yorkban, Shanghaiban, Budapesten, Debrecenben és Bostonban. Nélkületek nem lennék az, aki vagyok. Láttam én is, de hoppá, ez presenter, Jani. Szóval itt van az édesapám, Gács Péter, édesanyám Beres Frusinak, egy túraklubot vezeti, itt van a kislányom, Erzsike, jár Boskolába, most már másfél éves, szakmán webdesigner, és Rochester, New Yorkba születtem. Szobrászatot tanultam a BU-n. Ez egy család, akit egy 20 éves képből kellett életnagyságú bronzot csinálni. Ez pedig egy érem, amit a Gutmann Rubenből csináltam, Charles Gutmannnak az apja. Mondtam, web designer vagyok. Cég ez Viv, akinek dolgozok, mint a vívás, de nem én neveztem a céget, bár én párbajtörözök. És itt vannak egy pár website, amit csináltunk, sok szervezetnek tervezünk website-okat, akik úgy gondoljuk, hogy egy nagyon jó árért egy nagyon magas szintű website-ot tudunk tervezni. Szóval a vonzás és a pszichológiájátról lesz téma. Azt remélem, amit én nekem napról napra kell használni a webdesignban, talán valamit tudok nyújtani nektek, ami hasznos nektek is ebben a témakörben. Egy nagyon nyilvános dolgokat fogok mondani itt, attól is fontosak, és az, hogy a célt nagyon meg kell érteni. Ugye, hogy ki fogsz becélozni annak az életét. Azról nem fogok beszélni, hogy a férfiak és nők között milyen különbség van a célozásban, de ezzel beszélben lennék. De a webdesignban van egy isteni dolog. Az, hogy én elmehetek, és megnézhetem, hogy egy millió dolláros websájton hogy célozták ugyanazokat az embereket te, ugye? Vagy egy 200 ezer dollárs veszel, mindegy. Szóval ez egy hihetetlen jó dolog. Web designer, ti is azért gondolkozzatok, hogy a másikok hogy célozzák be a érdeketeket. Szóval azt lehetném mesélni, hogy az alapok azért nagyon fontosak a web designban. Hasonlóan úgy, hogyha elkezdtek olvasni Casanova-ról, fontos, hogy azért az alapok nektek meglegyen, mielőtt követítik a csábítási metódusait. Nálunk a webdesignban egy isteni helyzetünk van, hogy mindent le lehet tesztelni, és újra letesztelni, és megnézni, hogy mi tényleg működik a helyzetben. Az igazság, hogy az emberi kapcsolatokban is megvan ezeket, hogyha már mondjuk van feleséged 5 éve, akkor azért oda lehet egy kicsit figyelni, hogy most a virágok működtek, vagy sem. Egy metaforát hozok a szobrászati időmből, hogy itt van ez egy isteni szobor, amit találtam Ausztriában, ami azért isteni, mert olyan csúnya. Ilyen stílusban akart a szobrász dűködni, de nem bírta, és olyan csúnya, és ez egy tesztelésről van itt szó, hogy megkérdezi, hogy szörnynek néz ki, vagy angyal, azt mondják, hogy ez szörny inkább, mint angyal. Ez egyik leghíresebb kép, akármikor volt, ez azért olyan erős, mert belenéz a szemedbe. Szóval a szemnek a tekintése az egy hihetetlenül erős
dolog, és a website designba ezt kell tudnunk. Sokszor nagyon vigyázni kell, milyen képeket teszünk a honlapra. Ez nagyon megváltoztatja azt, hogy működik az eladás a honlapon vagy sem. Szóval nagy, más nagyon fontos dolog az a hitelesség, hogy hogy fejezed be a megbizalmat abból, aki van a honlapodon, különösen, hogy eladásról van itt szó. Szóval, mondjuk itt vannak emberek, akikkel dolgoztam, vagyis cégek, talán megismertek egy párat itt a magyar közösségből, ebből mondom, hogy ebben nem meg lehet bízni. Hasonlóan van egy másik kis csükk, hogy a hiányérzetet az ki kell kelteni az emberekből, ugye? Mondjuk itt van a legérdekesebb ember a világon, ez a reklámban, az, hogy nem érdekel, hogy a nő körülveszik. Ettől feljön az ő érdeklődtség. Nem akarunk olyat venni, aki nem érdekel. Itt van 24 féle lekvár, amit előtérítettek egy asztalon, és itt volt egy másik nap 6-ot. Kiderült, hogy 10-szer annyi ember vett lekvárt, amikor csak 6 fajtát lehetett megkóstolni. Ez is egy ilyen fontos, tehát az emberek nem szeretik a sok választásokat. Legyen szimpla. Ez a leghíresebb web és legfontosabb web design könyv, egy elég rövid és nagyon jól megírt könyv. Akárki tényleg érdekel a web design, szerezze, de nem javaslom, hogy nem érdekel a web design különösen. De minden esetre ez az ötlet, hogy amikor a website-on vagyunk, hogyha meggondolkoztad, így is lehet gondolni, hogy meggondoltad a website, akkor az a website hibája, nem a tiéd. Hasonlóan a mindenféle elektronika, hogyha jól van megdesignolva, akkor szimpla lesz, érthető lesz. Mondjuk is hasonlóan, amikor eladásról van szó egy website-on, akkor sokszor reklámra raksz, nem adnád sok választékot neked, hanem becéloz pontosan, csak egy dolgot lehet az a lapon megcsinálni, kitöltöd a formát és a credit card-ra benyomni. Én tesz a... patient. Ezt magyarul azt mondja, nem lehet leadni ezt a viccet. Szóval a vonzásban nagyon fontos az, hogy kell valamire várni. A valakik azt mondják, hogy ez majdnem szinoníma arra a vágyra, az, hogy várni kell rá. Itt mutatok egy pár dolgot, amit sok tudós a szobában sokkal jobban tudna magyarázni, a dopamin ciklus, és abban az a fontos megérteni erről a dopamin ciklusról, amíg ezek sok olyan, amit azt gondoljuk rögtön ad valami boldogságot, vagy ez lehet, hogy rosszul, hogy boldogság, valami élvezetek mondjuk. De az igazán fogékony, azok a dolgok lesznek. Attól leszél igazán addicted, attól, hogy valami nem mindig kapod meg azt a pozitív valamit, hanem csak valamikor próbálni kell, és erről szívesen beszélt más. Ezt a részben csak mutatom, hogy amikor mondtam a férfiak nőkről, nem fog célozásról beszélni itt, de a magyarok és amerikaiak nagyon különbözőek a kommunikációs stílusukban. Ez az interneten megtaláljátok, de nem majd magyarázom, most el nincs időm, ez nagyon érdekes. A magyarok nagyon szépen beszélnek. Surprise, surprise! Itt van egy honlap, amit ez az utolsó slide, és azt megmondom, hogy az eleje a dolgoknak, meg a vége az nagyon fontos pszichológiailag, és azért abszolút csaltam, és a slide-om ez itt fog maradni, addig, amíg nem szedem le. És szóval ez egy honlap, amire nagyon büszke vagyok, ez egy női lap, egy bostoni női lap, nem azért mondom, hogy olvassátok, én nem vagyok a anyagra nem büszke, büszke vagyok, de megfelelős, köszönöm. De azért is mutatom ezt a slide-ot, mert itt van még egy ötlet, az ilyen, hogyha van marketingben vagy, amit már biztos rá szagoltatok, hogy az étel, a szex, meg a veszedelem, ezekről nagyon az emociálok, nagyon felugrottak, azért gondoltam, hogy finom ételt mutatok nektek. És köszönöm szépen! My name is Ildikó Várhely, and can you hear me? Yes. And I am a physical therapist, massage therapist, movement coach, basically, and nerd. I spent the last 18 years working with people with injuries and chronic pain, and I myself had several issues, chronic back pain for 5 years, vertigo for 5 years, and a broken leg a couple of years ago. In traditional physical therapy settings, we usually target the injured body side. The set protocols are based on biomechanical principles,
And when we use those principles, sag protocol for hip replacement, knee replacement, the injury, the success rate is usually about 60% if the patient is compliant. That was not the case in my practice because nobody was. I don't like 60% of success rate in my life, not in any part, definitely in, not in my professional life. So I needed to do something a little deeper. Curiosity, frustration, and pain drove me to study the brain and the nervous system much deeper. And started to apply neuroanatomy to all my practices. So I'm looking at the body from the brain and the nervous system perspective, not from biomechanical perspective. So we're gonna go through a couple of things. First, we're just gonna look at what pain is. And pain doesn't really mean that you are broken. It's just an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. And there are so many different factors that contribute to what we sense that pain is. Most of the time, folks don't have an understanding that pain really doesn't mean that there is a tissue injury. So I usually just use the phantom limb phenomenon. When there is a missing limb, an arm or a leg, the person still feels pain in the missing limb. And why is that? Because the cortical representation of the missing body part is still active, neurologically active. The neurons are firing, actually misfiring. So pain is basically a mismatch in the brain. We need to look at how the brain works to get to the point what I want to say. The brain does three things, very simplified. Get sensory information from the environment through our senses. Analyzes, interprets, oh, this is way too fast. Analyzes, interprets, and integrates the data, and then it has an output, which could be motor output or a pain output, which is a sensation. The brain and the nervous system has several different ways to modulate and alter the pain, and we all know about that, but what we don't know is there is a structure inside the brainstem that has not been recognized yet as a pain modulator, and that is the pontomedullary reticular formation. We know certain parts, we know certain functions of the PMRF, which is the functions essential for survival, heart rate, respiration, swallowing, gagging reflex. But what we don't know is the PMRF is actually in charge of modulating the pain in the entire body. So in the practice, what I'm trying to do is targeting the part of the brain that is responsible for having a little bit of more control than we usually do. Let's say someone has a pain in their left hip and they come to me and the traditional physical therapy protocol would tell me that I need to stretch, strengthen, ice, and stay off the feet. But I just want to show you how the link between that PMRF, the pain, and the movement would help if we focus on the PMRF. So how does movement happen? In order to be able to move the left side of the body, the right brain has to be in charge. The right frontal lobe, the motor cortex, has to do three different things at the same time. It sends a movement plan to the left cerebellum, it's basically a blueprint. And then it also sends a motor command to the left muscle, left side of the body, the hip muscles, to be able to move the hips. That motor command is about 10% of the output from the frontal lobe. And it does a third thing at the same time. It actually gonna send a stabilization command to the right side of the PMRF, which is 90% of the output, the whole cortical output. So we're looking at, this is actually a missing link that has not been recognized, or research has started to pick up a little bit about that. And I'm just studying because, as I said, I'm a nerd. And then movement continues from here. It doesn't stop in here. Obviously, the left hip receptors has to send a signal back to the left cerebellum to coordinate everything, and the left cerebellum keeps talking to the right frontal lobe for accuracy and adjustment of movement. And then this whole loop keeps going on as a continuous movement, like 10,000 times in 1 second. So the most important part of this whole thing is this 90%, this 2C, which is the stability command to stabilize the body while the other side of the body is moving. And with the 10% of output, with the traditional PT, what we do is we just target that 10%. We really bang on that left hip with everything that we can have. My question is, why don't we start doing and targeting the PMRF that has 90% of the cortical output and full control of how the body perceives pain? I like results. I want to go
where I can be and as fast as I can and get longer lasting results. Now, how can I target the PMRF? What lives in there? Our cranial nerves 3 to 12 lives in the PMRF, and those are our senses. That is our vision, equilibrium, swallowing, touch, proprioceptors, etc. So if we clear up the sensory input and we organize the sensory system, the input sensory system much better, we can have a much better effect on the whole cortical out, cortical input, that in the meantime, when we look at the movement, it will affect the, it will affect that 90% output and also pain perception. We need to have a huge paradigm shift in here. If we can, as Gabor said at the very beginning, you know, we are revolutionaries in here. If we keep thinking the old way, there is no way that we can actually get better, faster results in injury rehabilitation and chronic pain. And this is what I'm all about it. I don't think any orthopedic injury can be rehabilitated without sensory, full sensory rehabilitation, and without applying neuroanatomy to movement. And I just opened my studio in January 1st in downtown Boston, so please come and look at me. Is it working? Can you read me the back as well? Perfect. So actually I'm here to talk about why we are addicted to the sun. My name is Lajos Kamin, and originally I'm from Szeged, where I studied medicine a couple of years ago. As a regular medical student, I had no idea what specialty I should choose, so I ended up doing research. And initially I was interested in really generic research, and I just did internal medicine research. So in the first couple of years of my studies, what I've been doing is I was trying to understand how the pancreas functions, how the stomach operates, and actually I've been looking at ion channels. It was all really fascinating for me. On the other hand, I wanted to switch a little bit, and I wanted to study something which is a bit more visible. So a couple of years ago, I was lucky enough to join MGH as well with my wife, and I started to become interested in the skin. That's really visible. So one of the first questions actually is like standing out is, why are we so different in skin color? Actually, it's a super, super easy question, and the answer is not really trivial. There are several theories for this, and I'll focus on one. So before going into the human data, I'll just come up with one example, which is non-human, chameleons. They are really good, and they are the masters of changing pigment. Why is that? Actually, they can change their color in milliseconds when they see a predator. And this response is so specific that it's specific to the predator itself. So chameleons, when they'll see a snake, actually, snakes have really, really bad color vision, so snakes will not really recognize them that much. So chameleons will not care that much. They will not change their color that much. So this is a really, really smart mechanism. And actually, those chameleons that can really adapt well, they will survive. The ones that will not adapt, they will die. So evolutionary, that's a really, really powerful tool to have. So we humans, we can't really change color. We can tan a little bit. But we can learn a lot from the geographic distribution of the color. So we can appreciate that around the equator, we have a lot more many populations of people who have darker skin. Inversely, in the northern hemisphere, blonde hair, fair skin, and redheads are really, really common. So there's one simple explanation why is this. It's vitamin D. So vitamin D, it's called also sunshine hormone, is produced in the skin after UV hits our skin. Vitamin D is not a regular vitamin. It's actually a hormone. It's extremely important for a healthy skeletal bone structure. Not only for us, but also for our ancient vertebrates. So if you don't have enough vitamin D, actually you can have severe, actually it's associated with thousands of diseases, none of them, so a lot of them are kind of controversial. On the other hand, rickets is a really important disease. It used to be lethal. In that context, actually vitamin D could save lives. So vitamin D at certain contexts could be evolutionary, actually really, really important. So what does it have to do with pigment? So actually if we try to see how much sun we have here in Boston, I would bet 70% of you are vitamin D deficient. And the reason is that we just like, it's so close to the north, we just don't get enough sun. On the other hand, if we have a lighter pigment tone, if we have a lighter skin, we maximize our chances to increase vitamin D synthesis. And why is that? Actually, pigment is an extremely good sunscreen. It can protect from UV, and also can protect from vitamin D synthesis. There are some exceptions though, but we can learn a lot from these. So actually there's a really interesting tribe in northern Canada, the Inuits. The Inuits have much darker color than what you would expect from a population that lives so in the north.
So why is that? Actually, Inuits just used to fish a lot. Fish, an extremely good source of vitamin D. So in that context, Inuits were never really under the pressure of selection for vitamin D, because they had enough vitamin D all the time. They had it from fish. So they never really needed to, you know, develop kind of a lighter skin tone, as some of the Irish people actually had to. So just to summarize once more, so actually it seems like that vitamin D, in certain contexts, was extremely important and was a driver of evolution. It drove the evolution of lighter pigment. Actually, there's a lot of genetic evidence to support this. There are several genes that are like pigment related that have been positively selected in northern populations. But also, we should appreciate the fact as well that diet can also like contribute here. So it's not that easy. But vitamin D can be produced not only by, you know, increasing the chances of vitamin D production can be achieved by multiple ways. One is diet, one is lightening the pigment tone. But I mean, Andrea has mentioned before, actually there's another interesting thing, which is called tanning addiction. So tanning addiction is not a myth. There are lots of people who actually love to tan. Some people actually meet the criteria of substance abuse. They would frequently visit tanning salons, even 5-7 times a week. It's crazy. And actually, if they don't get the chance to tan, they will experience withdrawal symptoms, really, really similar to opioid withdrawal, actually. So in this context, actually, we started to wonder whether tanning addiction could be actually beneficial in some circumstances, because it would maximize the chance to see the sun. When, you know, let's assume that you're in Norway, in a cave, it would maximize your chances to go out and see the sun. Maybe you could have more vitamin D. Usually we think of substances that are really, really bad, like heroin, alcohol. All substance disorders are associated with death, even sun. I mean, if you spend too much time in the sun, you can actually die in skin cancer. But in some scenarios, we think that actually the reason why we have this pathway is vitamin D. This is what I'm doing with research at. I didn't show exactly data, but our research suggests that actually vitamin D is a driver for UV-seeking behavior. And that's a really important contributor to this factor. Also, we are studying other substances as well, not only UV, also opioids and other substances as well. So this was just like a really, really brief talk of what we have been doing, but also we are interested in several other things as well, which has to do with skin biology. We are really interested in why redhead people and redhead mice actually have different pain sensation, so we're studying that. And also we are trying to understand like how we can potentially prevent and also cure melanoma as well, because a lot of the people will still see the sun, even though we know that it's kind of dangerous. So just to take home message, evolutionary, it might have been beneficial to look for the sun to get vitamin D. But please, don't use that as an excuse to get your vitamin D. If you want vitamin D, if you want to restore your vitamin D levels, healthy fish, you know, healthy diet, you can eat fish, also supplements as well, if you really, really need that. But I mean, actually, sun seeking behavior is kind of dangerous as well in the long run. Thank you so much. My name is Zhuzhana Sagadi, and I'm an interdisciplinary artist. And quickly, I'm going to introduce myself, but what I'm going to talk about mainly is an exhibit that I'm involved with, and I'd like you to all know about it because it has some Hungarian relevance, and it's going to be in Boston. So my art, interdisciplinary, what does it mean? I work with video, I'm originally a painter and photographer, but I involve the audience with my work. So this was in Debrecen in Hungary when I went back for a year to research a current interest of mine. And the research actually resulted in a book that I recently created. It has 8 copies, it's handmade, and it's based on interviews that I create collected or in Eastern Europe specifically, and most of the interviews, and my voice is shaking, most of the interviews were with Hungarian experts in the art field, philosophers. This is a young philosopher actually, and historians and artists and educators. So I was trying to capture like across the field. I was interested in absence. I was interested about erasure and how and why am I here in America still interested in something that's so connected to our history or being Hungarian. I've been here 20 years, and
So last 2 years ago, I went back to work with my peer group. And this is Marina Lebeskes. Here I'm switching over to my peer group here in the US. Recently went back to do my MFA in Chicago, where I met Marina. And I was very connected with her work. She's from Uzbekistan. She was born there. And here you see Edith András, who's a Hungarian art historian. I don't know, many people here in the US and Hungary know her. And she was very fascinated also by her work. This is a porcelain piece. She combines porcelain with photography. She has a Jewish heritage and in her work called Album, Family Album, she collected family photography and embedded into porcelain, and she uses light, like a light box, to put the porcelain on top so you can see, reveal the images shining through. It's very fragile, very delicate work. And she lives in New York, but currently she's in Greece. She's on a Fulbright Fellowship. And she's flying in, she'll be flying her back into Boston to install the exhibit. It's going to happen in May. May 23rd is the opening, so hopefully everybody will be here. And the other artists, there are three artists in the exhibit. The third artist is Nugent Smith. I also met the Nugent in Chicago at my school, and he's a very animated, very excited artist about his work. He does performance, collages, assemblage, sculpture, and he's from the Caribbean islands. And he was the third generation. He was born here, but he went back to the Caribbean, to different islands, Barbados, and created working together with the locals. This work was, this was the time when I visited his studio with Edith András, and he's walking through his photography, his discovery through patterns, to textiles, to the local histories, and how it connects to his concerns now, today, about the colonial, how we understood the colonial histories. And the same thing, this is Edith András again. Same thing with Marina. She is also concerned about and interested in about the Soviet colonial time that was happening during the time when she was coming up. And okay, so this is the slide about our exhibit. It's three of us. And although I introduced the three artists to András Edith, she was sort of my advisor on what to do with this content. And she introduced us to Magdalena Moszkiewicz, who's a Polish art historian, wonderful person who's specifically working with living artists, connecting the current historical questions with the past, and especially thinking about the decolonial options, which means I can talk about that maybe afterwards, but it's connected with our understanding of how colonial times were in the past, and sort of like twisting it, sort of like revolutionizing about not changing necessarily the world, but how we think about the past. And it's very important. This is her work. She created the Venice Biennial, the Polish Pavilion, in 2015. This project was about, this is a image of making the opera in Haiti, what connects the Polish and the Haitian community. You have to look into it, I guess. And again, this is our exhibit. It will run from May 23 to July 21. There will be a panel discussion. One major element from the exhibit is I'm going to bring, or not me, collectively we are together, we're bringing an educational element, which is the panel discussion. Very important to bring three art historians who have to explain the underlying currents and how our thinking, our understanding shifting over time about these very complicated issues. And that was Boston Center for the Arts.
it's very close, south end, and hopefully you'll see my invitation. Thank you. Tisztelettel köszöntök mindenkit, Hoványi Mártonnak hívnak, és a Szolnok Születik Retorika Iskola kommunikációs trénereként erről a kérdésről szeretnék beszélni, hogyan kell egy lenyűgöző Pecha kucha prezentációt megtartani. Maga a szó annyit lesz, mint Locsi Fecsi, vagy Csicsát angolul, és elsőként a történetéről szeretnék beszélni, Japánból ered, két úriember, amikor azt tapasztalta, hogy az építészek nem képesek befejezni prezentációikat, kitaláltak egy automatikusan léptetett diametódust, ez lenne a Pecha kucha, 20 slide van, és 20 másodpercenként lépnek tovább automatikusan. Ez tehát a Pecha kucha, ami Japánból származik. És akkor ebből már következik is, hogy egy problémát akarunk megoldani, tehát nem kezdő és nem alapozó szintű ez a prezentációs technika. És bizony-bizony, aki nekiáll egy ilyennek, az tapasztalni fogja, hogy nem könnyű elkezdeni. Retorikailag, a szavaimban, a kicsiszoltságokban már haladó szinten kell lenni. Ugyanígy a slide-jén kialakításában ahhoz, hogy igazán hatásossá tudjon válni, és már nagyon jó példákat láttunk egyébként. Hogyan készítsek el egy jó Pecha kucsát? Először erről fogok beszélni, utána pedig az előadásom második felében arra fogok rátérni, hogy hogyan készüljek én föl előadóként egy Pecha kucsa megtartására. És remélhetőleg a végén az a bizonyos titok is meg lesz, ami az egésznek remélhetőleg a nyitja is. Elsőként tehát beszéljünk arról, amikor elkészítéseként gondolkodunk a Pecha kucsáról, hogy mi az, ami a témaválasztásunkat meg kell, hogy határozza. Ami nem fér bele 6 perc 40-ben, ha megtehetem, hogy választok, azt engedjem el. Csak olyan témát válasszak, amit többféleképpen több oldalról meg tudok közelíteni, hiszen automatikus váltásokkal elég sokféle szekvenciális gondolatmenetet létre kell tudnom hozni. Ez tehát a témaválasztás témája, és utána pedig rátérünk arra, hogy vannak eleve megkötött diáim, tehát nem 20 diával kell valójában számolni, itt látható a vázlata az én mai előadásomnak, itt van a bevezető dia, itt vagyunk most, és ez a zárás. Eleve 3 diával forrásokkal együtt kevesebb az, amivel kalkulálhatunk, tehát csak 17 diával tervezünk. Ha megvan a struktúrából ez, akkor rossz hírem van a természettudósok számára, akiknek fontos, hogy vizualizálják az adataikat, maximum ennyi fogadható be 20 másodperc alatt. Ez azt is jelenti, hogy egyszerűségre kell törekedni minden esetben. Mit tegyek akkor, és volt erre is példa a második Pecha kucsában ma, ha hosszabb a gondolatom, mint egy ennyire egyszerű prezentáció esetében, az látható. A megoldás pontosan az, hogy elkezdem kettőzni vagy sokszorozni a diáimat, de ügyeljek arra, hogy ne változatlanul tegyem fel a diákat, mert ki fog esni a ritmusból. Először fölteszem az első 20 másodpercben csak az XY-tengelyt, aztán fölteszem az egyik függvényt, és aztán a másikat. És így létrejön egy gondolatból 3 dia automatikusan. Ez tehát talán egy trükk, amit lehet alkalmazni. Azt javaslom, hogy a mindenféle céges e-mail címek, sablonok, egyebek helyett egyszerűségre és egyediségre törekedjünk, amikor kialakítjuk a dizájnját a saját diáinknak. Ez fog tudni átmenni, ez az egyszerűség lesz az, ami kifizetődő lesz. Ha jó az előadásom, úgyis elkérik a névjegyemet, az éppen arra van. Tehát egyszerű céges sablon helyett a dizájn legyen egyedi. És akkor, hogyha a forrásainkat már pedig föl kell tüntetni, hogyan tüntessük föl, ehhez a kérdéshez jutunk ki. Ezek az én forrásaim, a képek, illetve az irodalom, kifejezetten ajánlom egyébként ezt a prezentáció, a Presentation Zen, angolul így jelent meg ez a könyv. Lehetőleg a végén egybegyűjtve töltsük fel a forrásainkat, az lesz a leghatékonyabb, amennyiben megtehetjük, vagy pedig handouton adjuk át a közönségünknek. És akkor elkezdtünk oda, hogy mi hogyan készüljünk föl, és egy gyakorlattal készültem, a ritmus kell elsőként megérezni. Azt fogom kérni mindenkitől, hogy hunyja be a szemét, és amikor tapsolni fogok, azt követően a 20 másodpercet próbálja megtippelni, hogy mikor ér véget, és aztán majd a kezét tegye föl, úgy érzi, hogy véget ért. Jó? Tehát hunyjuk be a szemünket. És aki majd úgy érzi, hogy letelt a 20 másodperc, csak tegye föl némán a kezét, és nyissa ki a szemét. Most telt le. Köszönöm szépen. Gratulálok azoknak, akik eltalálták pontosan. Ezt gyakorolva és csak gyakorolva lehet igazából megérezni. A kurzusainkon 3-szor vagy 4-szer percenként keresztül szoktuk ezt csinálni, hogy megérezzem a ritmust, hogy a végén a 6 perc 40-ből ki ne csúszszak. Alapvető. Jó? Tehát az idő kezelésben a gyakorlás az fontos. A következő pedig az az, hogy amikor megérkezem a helyszínre, hamarabb érkezek meg, és itt a helyszínen elpróbálom. A kollégák mesélhetnek arról, hogy mit izzadtunk itt előtte, hogy melyik dia hogyan fog menni, vagy hogyan nem fog menni. A szervezőknek egy külön poszpont. Jó, tehát előtte itt kell elpróbálni, ne csúszson el semmi. És a jó hír az, hogy nem lesz pont erre szükség, tehát csak fogjuk magunkat és nézzük meg, hogy minden stimmel-e, úgy megy-e valóban az időzítés, hogy elpróbáltuk.
Az még egy trükk, hogy amikor jön az első szlájd, jön a második és aztán a továbbiak, mindig azzal kezdjem, ami a lényeg. Hogy aztán mi marad ki, mit fejtek ki, az már oldalagos, a fontos az az, hogy a lényeges üzenettel kezdjem, és utána aztán majd belefér a többi vagy nem, az már más kérdés. Tehát a kulcsüzenettel kezdem, de az legyen meg. Egy történettel szeretném folytatni, amikor a legelső ilyen pecsakucsa kurzust tartottam, akkor azzal találkoztam, hogy az egyik tanítványom professzionális módon fogta magát, 13. másodpercnél fölvette a pohárát, ivott egy kicsit, nem is pohár volt, hanem üveg, rácsavarta tetejét, letette, és éppen akkor váltott a díjat. Ez profi. Na ez azért érdemes csinálni, mert az ilyen típusú luxusokkal tudjuk csökkenteni azt a bizonyos szorongást, ami mindenkiben megképződik, miközben egy pecsakucsát hallgat. Mert hogy az én feszültségem, ha én gyors vagyok, ha én izgulok, vagy ha én szenvedélyes vagyok, akkor a hallgatóságomra az ki fog hatni. És vagy agresszív lesz, egy kicsit mondjuk úgy, hogy dühös, vagy pedig elkezd ő maga is szorongani. Ez pedig nem jó nekem sem, és a hallgatóságnak sem, tehát érdemes más tagot választani. Például, ha nem vizet iszok, akkor ennek a verbális párja egy klasszikus történetmondás, amivel szintén tudom egy kicsit élvezetesebbé tenni, oldani hallgatóságomnak a szorongása, lásd az előző történet a kupakolásról és arról, hogy hogyan lehet. Tehát milyen jó, egy kifejezés, azzal hogyan tudok már valamilyen módon feszültséget oldani. És akkor a végső jó tanácsok egyike az az, hogy maradj a középpontban. Ez csak kiegészítő. Rád kell, hogy figyeljen a hallgatóság. Az a jó, hogyha nem tipor le a dia, hogyha van időd, van levegővétel, és erre is láttuk már nagyon jó példákat. És akkor zárásul az a bizonyos titok mi lehetne, ha egyetlen szóban kellene megfogalmazni, az az arányérzék. Mind abban, amilyen a beszédtempó, mind abban, amilyenek a gesztusaim, mind abban, milyenek a szlájdjaim. Ha valaki erre tud figyelni, akkor sikeres lesz abban, hogy a megfelelő, sőt kifejezetten szép pecsakucsát tartson. Köszönöm szépen!